A hírözönben, ami minket naponta ér ebben a mai világban, a legkellemetlenebb hír az, ami kiváltotta a közvélemény elégedetlenségét és felháborodását is, az volt, hogy január 1-től megemelkednek az energiahordozók tarifái, és így a kommunális szolgáltatások sokkal többe kerülnek majd, mint eddig, pedig eddig sem voltak alacsonyak ezek az árak. Ez a koronavírus járvány közepette és a gazdasági válság idejében hát nagyon nagyot üt az állampolgárokon és a lakosságon, és így több helyütt tüntetésekre és ilyen ellenakciókra került sor, többek között itt Kárpátalján is. Mi, mint a megyei tanács képviselői, a választópolgárok által ide delegált személyek, látva, hallva azt, ami történik, és saját magunk is érezve azt, ami történik, és a felháborodásunk ugyanolyan, mint általában a lakosságé, úgy döntöttünk, hogy reagálni kell, és négy frakciója a megyei tanácsnak, azok képviselői beadvánnyal fordultak a megyei tanács elnökéhez, kezdeményezve egy soron kívüli tanácsülés összehívását és megtartását. 29 képviselő írta alá ezt a beadványt. Ennek hatására a megyei tanács elnöke össze is hívta a rendkívüli ülést, amelynek napi rendjére egyetlen kérdés lett kitűzve, mégpedig egy beadvány elfogadása Ukrajna elnökéhez, a legfelső tanácshoz és a miniszteri kabinethez, az energiahordozók árának a villamosenergia és a gáz árának szabályozását illetően. Ebben a beadványban általános dolgok szerepeltek, de még a tanácsülés előtt a frakció képviselői összeültek, hogy mindegyik frakció képviselő elmondja azt, hogy hogy látják, mit kellene még ebbe a szövegbe beilleszteni, mik a követelmények konkrétan, amelyek elhangzanak a lakosság felől, és amit mi is jogosnak és érzünk és támogatunk. Így a villanyáram tarifájának szabályozásával kapcsolatban egyetértettük azzal, hogy vissza kell hozni a kedvezményes tarifát a 100 kWh-ig való fogyasztás esetén, hiszen azok számára, akik keveset fogyasztanak, ezek egyedülálló emberek, alacsony jövedelmű családok, ez a kedvezményes ár mindenképpen nagyon fontos a jövőt illetően. A gáz árának szabályozásában személyesen én javasoltam és nagyon fontosnak tartom, hogy az ár megállapításakor mindenképpen gazdasági alátámasztását kell igazolni. Amikor úgy döntöttek, hogy meghatározzák a gáz árának maximális értékét, a miniszteri kabinet elfogadott ilyen határozatot, 30-99 kopekben, akkor hát úgy gondoljuk, hogy ez egy árcsökkentés, valójában azonban ez az adók nélkül van, és erre még rájönnek az adók, ami 20%, tehát így ez egy magasabb ár lesz. Egyrészt ez a probléma vele, másrészt pedig az, hogy és honnan van ez a 30-99 kopek. Tehát igazából mi nem látjuk, hogy miből tevődik össze ez az ár. Én fontosnak tartanám azt, hogy legyen itt is, mint a villanyáram esetében, egy kedvezményes tarifa, mondjuk 100 köbméterig, a 100 köbméter ára legyen az önköltségi árban. Ez pedig jóval alacsonyabb, mint az, amit meghatározott a miniszteri kabinet. Mindaz, ami azon túl megy, az pedig legyen gazdaságilag konkrétan megindokolva, hogy miből tevődik össze. Hiszen nem látjuk, hogy ez az összeg miből tevődik össze. Mennyi megy ebből a pénzből, ami az önköltségi ár, mennyi megy a cégnek, aki ezt a gázt szolgáltatja, mennyi megy a költségvetésbe, és mennyi megy más személyeknek, akik esetleg ebből gazdagodnak. Hát legalább lássuk, hogy mennyi az ő részük, amit mi nekik fizetünk. Azon kívül a szóba jött a gáz transportálása, hiszen egy olyan rendszerben történik ez, amit a fogyasztók hoztak létre annak idején. Mindannyian fizettünk azért, hogy a gázt a településeken bevezessék, és nem csak fizettünk, hanem dolgoztunk is érte.
az egész rendszert, a gázszolgáltatási rendszert valójában a fogyasztók, a lakosság hozta létre, most pedig annak a használatáért fizetnünk kell. Nem látjuk pontosan, hogy miből áll ez, tehát miből tevődik össze az az összeg, amit meghatároztak. A miniszteri kabinet itt is elfogadott egy felső határt, 1 grivenny 78 kopéka, a maximális összeg, ami fizethető 1 köbméter gáz szállításáért, de ez megint csak az adó, nélkül adókkal együtt ez 2 grivenny fölé fog emelkedni, tehát igazából a csökkentés az 5 kopek értékű, jelentéktelenek mondható szinte, és még egy tétel van, amit én ugye felvetettem a mai ülésen is, hogy igazából nem érthető, hogy miért kell fizetni azoknak a fogyasztóknak is, akik nem fogyasztanak gázt. Tehát van sok olyan család, sok olyan lakóház, ahol a gáz be van vezetve, de gázt nem fogyasztanak, mert éppen nem tartózkodik otthon senki, viszont a transportálásért fizetni kell mégiscsak. Tehát nem látjuk az okát ennek, hogy hogyan ők miért fizetnek, hogyha egyszer ez a szolgáltatás arányos az elfogyasztott gáz térfogatával és mennyiségével. Ebben a beadványban végül is bekerültek azok a javaslatok, amelyeket a képviselői frakciók kezdeményeztek és támogattak, így a végén a megvitatás után a beadvány egyhangú szavazással lett elfogadva. Meglátjuk, hogy milyen reakciója lesz erre a központi hatalomnak.